Egy embert kórházba kellett szállítani. Eddig tisztázatlan körülmények között összeütközött egy kis busz és egy személyautó Kaba határában a Báránt felé vezető út tetétleni elágazásánál. Nagyon sokat járunk erre, és majdnem naponta járunk itt, és nagyon veszélyes, mert nem mindig néznek, nem állnak meg az elsőbségtáblára, nem lassítanak, és csak jönnek. Helyszíni információink szerint a kis buszban összesen 8-an, a személyautóban 2-en ültek a baleset idején. Két kocsi volt, mert mire én kijöttem, akkor arra a tűzautó kocsi félkeresztbe volt, mert egyiknek az akkumulátorja kigyulladt, ami a gyár felé jött, azt autották, a nagy porfélhelyből nem lehetett látni semmit, de amikor elmentek a tűzoltók, utána látszott, hogy két kocsi, két személyautó, egy kék, meg azt hiszem egy szürke. Úgy nézegettem is sokáig, de nem tudtam rájönni, hogy mi volt a probléma. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínre több mentőegységet riasztottak, egy fiatal nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak a területileg illetékes kórházba.